nagy szükség volt az új járdák kiépítésére ebben az öreghegyi kereszteződésben. A Kassai út Vágújhelyi utca találkozásánál rendkívül nagy a forgalom csúcsidőszakban. Errefelé közlekednek reggelente és délután az iskolások is. A lakók már régóta szerették volna, hogy biztonságosan lehessen átkelni az úton. Sokan mondták, hogy képviselő asszony hozzon egy vödör festéket, aztán én majd fölfestem, de hát ez nem ilyen egyszerű. A világítást kellett kicserélni, komoly világítást adni neki, a járdát is megjavítottuk, ilyen felhordó járdákat készítettünk, és mindegyik akadálymentes is. Úgyhogy ez egy elég komplex dologgá vált. A beruházás önkormányzati forrásból 9 millió forintból valósult meg. Először ugye el kellett készíteni az aszfaltozásokat, a kemény munkákat, aminek során lesülyeztésre kerültek az érintett szakaszon a csatlakozásokban a szegélyek. Ezzel párhuzamosan elkészültek a közvilágításhoz szükséges cserék, amelynek során 5 lámpafej került kicserélésre, hogy a szükséges közvilágítási paraméterek biztosíthatóak legyenek. Majd ezt követően készült el a felfestés, és kihelyezték a forgalomtechnikai táblákat is. A kivitelezők 2 hét alatt végeztek a munkálatokkal.